Na jó reggel kívánok mindenkinek! Akkor induljunk el a Gerecsei 50-en, nézzük meg, hogy még 3 év után tudok-e 50 km-t lesétálni. Az időjárás nagyon biztató. Nagyon sokat aludtam. És nagyon sok kedvem van hozzá. És ez minden volt irónia. Na induljunk! Kb. 2-3 éve használtam a táskát, és valószínűleg egy posat fizetek ki belőle. Nagyon rossz. Adomáshoz. Órám szerint 11,5 km, 1 óra 26 perc. Sziasztok! Köszönöm! Gyertek! Én most inkább úgy például sétálok. De nem állok meg. I need you like no one else, I came to raise you from my head. Már csak ennyi van hátra. És én túl a túra legnehezebb részén, Bányahegyen. Már nem tudok mosolyogni. Csat! Segítség! Köszi! A 3:51 perces 25 km-nél véletlenül kaptam, hogy 8 órán belül meg leszek, de aztán Bányahegy után már kifolyott a vizem, már másfél órán nem ittam, és próbáltam futni kétszer is, és megölcsolt, tehát a futást el kell engednem, szóval maradok a 9 órás berkezésnél. Akozom a futással, de rohadt rossz. Lépcsőt a végére. Beértem életem legnehezebb 50 km-én, viszont mivel belefutottam innen 12 óra alatt, hanem 8 óra 51 perc alatt sikerült, ami 2 óra 20 perccel jobb, mint a 3 év ezelőtti legjobb eredményem, szóval ennyit számít egy kis belefutás. De kikészültem. Ezt a kincsi százas még elgondolom. Sziasztok! Beérkezettek 99%-a mosolyal az alapján érkezik. Persze a békés kamera nem őszinte. Nagy-nagy mosolyal és integetéssel várják őket, ez biztos, hogy így nagyon jó megérkezik. Ha veszem a bátorságot és reklámozom egy kicsit a magyar természeti jelentőséget.